korszerűsítés, fejlesztették a járóbeteg szakrendelést a Kisvárdai Kórházban. Ne főzz feleslegesen, az élelmiszerpazarlás ellen lép fel egy országos kampány. Konferencia, az iskolai védőnőknek tartottak előadásokat Nyíregyházán. Fülorgégészet, nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, többek között ezek a szakrendelők is megújultak a Kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. Az intézményben több ütemben fejlesztették a járóbeteg szakellátást. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsey Televízió iradója. A Kisvárdai Kórház korszerűsítését 300 millió forintos uniós támogatásból finanszírozták. A beruházás része volt a tüdőgondozó kórházi telephelyre költöztetése is, ez további 140 millió forintos önerőre is szükség volt. Idén májusban még javában zajlottak a munkálatok a fülorgégészeti szakrendelőknél Kisvárdán. Ezek pedig már a hivatalos átadás pillanatai. A fejlesztés során nem csak teljes körű korszerűsítést végeztek, az eszközpark is megújult. A Szent Damján görögkatolikus kórház az elmúlt években több ütemben fejlesztette a járóbeteg ellátást végző szakrendelőit. Kisvárdán a Szent Damján görögkatolikus kórházban úgy gondolkozunk, hogy mindig megnézzük, hogy mi az, ami fejlesztendő területünk, és ehhez, hogyha találunk forrást, akkor belevágunk, és ezeket a területeket fejlesztjük is. Ez egy hosszú távú fejlesztés, ami most megvalósult. A járóbeteg szakrendelőknek a felújítását célozta meg. Ez egy második lépcső volt, az első lépcsője 2015-ben fejeződött be, a második lépcsőt pedig most ez év szeptemberében tudtuk befejezni. Szülészet, nőgyógyászat, fülorgégészet, reumatológia, rehabilitációs területeknek a kubaturális feltételeit, illetve az eszközeit tudtuk visszapótolni, illetve még ami nagyon fontos benne a tüdő gondozónkat, amely egy másik telephelyen működött, azt be tudtuk hozni a kórházunk belső területére. Az átadást szimbolizáló szalagot a tüdőgondozó épületében vágták át. Az ünnepségen elhangzott, Kisvárdán 1938-ban kezdődött a tüdőgyógyászati szakellátás, amelynek 1957-től 2021-ig egy belvárosi épület adott otthont. A szakrendelő 64 év után költözhetett ebbe a modern, korszerű környezetbe. A fejlesztés azért is kiemelt jelentőségű, mert a térség közel 40 településéről, valamint e területen kívülről is ellátnak betegeket. Közel 299 millió forintot fordítottunk erre a fejlesztésre. Ebben már benne volt az a tüdőgondozónak a felújítása is, amihez még körülbelül 140 millió forintot tettünk hozzá saját erőből. Ennek azért nagyon fontos a jelentőség, hogy bekerült, mert nagyon kevés kórház van Magyarországon, amelyik egy telephelyen tud működni, illetve a tüdőgyógyász szakma most már tudja támogatni kórházon belül a többi bennfekvő betegeknek a konziliárosi feladatainak az ellátását, a sürgőség, illetve az intenzív szakmának az ellátását. A beruházás jelentőségét mutatja, hogy a beszerzett modern eszközöknek és az infrastruktúrális korszerűsítéseknek köszönhetően a térségben több tízezer ember részesülhet magasabb színvonalú egészségügyi ellátásban. Lépést kell tartani az iskolai védőnőknek is a fiatalok gyorsan változó szokásaival. Erről is szó esett az iskola védőnői szakmáról tartott országos szakmai tanácskozáson Nyíregyházán, a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán. Az eseményen emellett az áldozatsegítés, valamint a nemi úton terjedő fertőző betegségek elleni védőoltás témakörét is érintették. A védőnők képzés hosszú évek óta az egyik legnépszerűbb szakiránya a Debreceni Egyetem egészségtudományi karának. Nem véletlenül, sokrétű feladataikra ugyanis a tapasztalatok szerint egyre nagyobb szükség van a társadalomban. A szakma fejlődéséről és különösen az iskolai védőnői ellátás innovációiról és aktualitásairól tartottak a napokban konferenciát a Tudomány Hónapja országos programsorozat keretében. Egy védőnő ma már sokkal több, mint egy kisgyerekkel, egy csecsemővel foglalkozó személy, egy szakmáját nagyon jól tudó ember, mert nagyon-nagyon közel kerül egy családhoz, nagyon közel kerül családi problémákhoz. És ezért a dolga nem csak az, hogy felismerje azokat az egészségügyi kihívásokat, amit egy kisgyermek nevelése jelenthet, egy csecsemő nevelése jelenthet, hanem feladata az is, hogy felismerje azokat a helyzeteket, élethelyzeteket, amelyekben egy család abban a pillanatban van, és azon is tudjon segíteni. Kell, hogy ismerje azokat a rendszereket, amelyek az ő számára és a család számára is segítséget jelentenek.
Éppen ezért a képzés jelentősen változik, átalakul. Olyan értelemben is változik, ami egy technikai, technológiai fejlődés, és olyan értelemben is változik, ami egy innováció, amiről éppen ez a mai konferencia szól. A Debreceni Egyetem iskola egészségügyi programjával élen jár abban, hogy bemutassa a védőnői szakma innovációs lehetőségeit. A széleskörű iránymutatás kidolgozásában a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége is nagyban hozzájárult. Ilyen innovációs lehetőség például egy gerinc testtartásjavító módszer, amely magyar fejlesztés, a Vitadex Kft., a Debreceni Egyetem, a Műszaki Egyetem és a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége együttműködésében történik ez a fejlesztés. Ez egy digitális mérőeszköz, amellyel még objektívebben tudjuk kiszűrni, és időben azokat a gerinc és testtartás elváltozásokat, amelyekkel foglalkozni kell annak érdekében, hogy a nagyon gyorsan fejlődő fiatal embereknek a testtartása a később életkorukban is jó legyen, és ne legyenek gerinc problémáik. Az innovációs lehetőségek között kiemelném a kommunikációs ismeretterjesztő anyagok, kisfilmek és oktatóanyagoknak a bemutatását. Erre is láthatunk a konferencián példát, de fontos elemnek tartjuk a szűrővizsgálatokat, a HPV védőoltással kapcsolatos ismereteket. Az egész napos szakmai tanácskozás egyik fontos célja volt, hogy tájékoztassák a jelenlévő praktizáló és leendő védőnőket a mai diákság trendjeiről és gyorsan változó szokásairól is. Az eseményen emellett az áldozatsegítés, valamint a nemi úton terjedő fertőző betegségek elleni védőoltások témakörét is érintették. Ne vásárolj több élelmiszert, ne főzz többet, és ne szedj ki többet, mint amennyit biztosan meg tudsz enni maradék nélkül. Ez a mottója az élelmiszerpazarlás csökkentésére szervezett országos akciónak. Megdöbbentő adat, hogy az elkészített ételek egyharmadát nem eszi meg senki. Magyarországon évente közel 2 millió tonna ételhulladék keletkezik. Az élelmiszerveszteség és pazarlás globális kihívást jelent. Az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete szerint a világon előállított összes élelmiszer mintegy egyharmada kárba vész az élelmiszerellátási lánc valamely pontján. A legnagyobb részt a fogyasztói felesleg teszi ki, ez 41%. 39% keletkezik gyártói feleslegként, a vendéglátásból pedig 15% származik. Az élelmiszer hulladékoknak alig 5%-a keletkezik a kereskedelemben, de a legtöbb üzletlánc ennek csökkentését is fenntarthatósági programja fontos részeként kezeli. Az élelmiszermentési stratégiánk egy több lépcsős rendszeren alapul. Az első lépcső az, hogyha nem tudjuk eladni a fogyaszthatósági idő vagy a minőség megőrzési idő lejárta előtt az élelmiszerterméket, akkor akciózzuk azt. Hogyha az akciózás ellenére sem tudjuk eladni a terméket, akkor bekerül a Munch applikációba. Ez egész Magyarországon, sőt Szlovákiában és Csehországban is jelen van. Célja, hogy megelőzze a nap végére megmaradó élelmiszer hulladékká válását. Itt meglepetés csomagokról van szó, tehát amikor mi lefoglaljuk a csomagot, akkor nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz benne. Nagyjából a partner tud egy leírást adni, hogy mondjuk a pékségeknél ugye általában péksütemények szoktak lenni, de azt nem fogjuk tudni, amikor lefoglaljuk, hogy abban akkor mondjuk 2 darab kakaós csiga lesz, meg 1 darab sajtos rúd, mert ugye a Munchnak az a legfontosabb koncepciója, hogy a nap végén megmaradt élelmiszereket adják el a Munchon keresztül, ezért ugye amikor odaérünk, vagy tehát zárás előtt kicsivel, tudja majd csak a partner, hogy pontosan mit fog tudni adni, és hogy mik maradtak meg. Hazánkban eddig több mint 1 millió csomag élelmiszert mentettek meg a magyarok. Országos szinten is óriási ez a szám, de a kisebb helyi üzletek is egyre inkább látják ennek a jelentőségét. Most az elmúlt fél évben néztük az adatokat, és megmondom őszintén, hogy az utolsó 6 hónapban 78%-kal nőtt a bevételünk ebből. Tehát ez azt jelenti, hogy 78%-kal több lett, amit meg tudtunk menteni. És ez nagyon csodás, majdnem a 100%-át most már megmentjük a megmaradt ételeinknek. Az egyik legnagyobb kereskedelmi áruházlánc például a megmaradt emberi fogyasztásra már nem alkalmas hústermékeit állatok etetésére ajánlja fel rendszeresen.
ide érkezve hozzánk, mi azonnal fagyasztjuk tovább, vagy egy részét, ami esetleg már nem visszafagyasztható, azt pedig megfőzzük. A telepen nincsen gáz, tehát fával fűtünk, üstben főzünk gyakorlatilag, húsokat tésztával, táppal összekeverve. Ezt nagyon szeretik egyébként, tehát mi ilyen szempontból örülünk ennek, hogy van ez a lehetőség, megmondom őszintén, bár egyrészt valamilyen szinten picit elkeserítő és szomorú is, hogy ennyi hulladékot termelünk, úgymond, vagy termel az emberiség, hiszen néha tényleg azt mondom, hogy több száz kiló hús is érkezik egyszerre. A fölöslegesen megtermelt, majd kidobott élelmiszerek nem csupán környezetvédelmi szempontból károsak, hanem gazdaságilag is. A vízhasználat, a földterületek csökkenése és a feleslegesen felhasznált egyéb erőforrások nagy költségeket jelentenek a társadalomnak. A hármas aranyszabály tehát: ne vásárolj több élelmiszert, ne főzz többet, és ne szedj ki többet, mint amennyit biztosan meg tudsz enni maradék nélkül. A térség zöldség és gyümölcs termelőinek nyújthat segítséget az a hűtőház, amelyet az újfehértói önkormányzat épít. Az épületben 4 hűtőkamra, 3 tárolóhelyiség, szociális és rakodótér is helyet kapott. A beruházáshoz 510 millió forint top forrást nyertek. Terveik szerint még idén befejeződik az építkezés, és a jövő évtől működik az újfehértói hűtőház. Még ebben az évben befejeződnek a 4-es főút melletti hűtőház munkálatai Újfehértón. Ezzel együtt a helyi termelők raktározási és hűtési gondjai is megoldódnak. Az 510 millió forintból kivitelezett épületben 4 hűtőkamra, 3 tárolóhelyiség, szociális és rakodótér is helyet kapott. 1130 négyzetméter az ingatlan és az épület alapterülete, ezen belül 7 kamra lesz, ami első körben még úgy volt, hogy mind a 7 hűtőkamra lesz, de aztán sajnos a források ezt nem tették lehetővé, úgyhogy 4 hűtőkamra lesz, illetve 3 raktárhelyiség, és lesz egy hatalmas manipulátortér, itt ahol állunk, ez egy manipulátortér. Szociális helyiségek vannak az ingatlanon, egy komoly udvari rész is van, tehát egy nagyon impozáns épület lesz, ha elkészül december közepén. A hűtőházban bármely olyan termény hűthető vagy raktározható, amely Újfehértó környékén megterem. Mivel a településen nagy hagyománya van a mezőgazdasági termelésnek, így arra számítanak, hogy a kihasználtság folyamatos lesz. Gyakorlatilag a hűtőházban bármely olyan terményt vagy terméket el tudunk raktározni, hogy el tudnak majd a bérlők raktározni, amely a környéken megterem. Ugye Újfehértó egy agrártelepülés, itt nagyon nagy hagyományai vannak a mezőgazdasági termelésnek. Már voltak is érdeklődők a helyi gazdák körében, akik kérdezték, hogy mikor készül már el ez a beruházás, hisz vannak, akiknek hűtési raktározási gondjaik vannak, ezeken igyekszünk majd segíteni. Itt a környéken ugye az alma városa vagyunk, különböző zöldségeket termelnek elég nagy területen. Bízunk benne, hogy meg tudjuk találni ezt a lehetőséget, és fontosnak tartom azt elmondani, hogy a pályázatban vállaltuk azt, hogy a helyi termelőknek nagyon-nagyon kedvezményesen, akár ingyenesen is biztosítsunk majd lehetőséget a hűtésre, ami a mostani megemelkedett rezsiárak mellett úgy gondolom nagy segítség lesz számukra. A projekt még ebben az évben zárul, így várhatóan a 2024-es évtől már elérhetőek lesznek a hűtőház szolgáltatásai. Elsősorban a szemléletformálás volt a célja annak a konferenciának, amelyet fiataloknak tartottak a hulladékkezelésről Nyíregyházán. A fenntartható fejlődéssel és a körforgásos gazdaság legfontosabb alapelemeivel ismerkedhettek meg az érdeklődő diákok a Szent Atanáz görögkatolikus hittudományi főiskolán. Fiatalokkal telt meg az előadóterem a Szent Atanáz görögkatolikus hittudományi főiskolán. Nem véletlenül hívtak diákokat a szervezők, ugyanis a fenntartható jövő elérése jórészt a kezükben van. Erről beszélt Kis András, a Hieroteosz Egyesület főtitkára. A környezetvédelmi és energiahatékonysági operatív program keretében lévő szemléletformálási programot valósít meg a Hieroteosz Egyesület. Ez a harmadik nagy konferenciánk, a konferencia része a programnak, a konferencia sorozat, amit csinálunk, az számunkra azért fontos, mert Szabolcs-Szatmár, Bereg vármegye szereplőivel, az önkormányzati, a civil, az szakmai szervezetekkel, stb. Próbálunk közösen egy olyan együttműködést végrehajtani, és egy olyan jó kapcsolatot teremteni, szervezni, aminek a lényege az, hogy beszéljünk arról, váltsunk szót arról, hogy milyen olyan feladatok vannak, milyen olyan jó gyakorlatok vannak, milyen olyan együttműködési formák vannak, amelyek keretében a
mi biológiai lábnyomunkat tudjuk csökkenteni, és a mai nap a hulladékgazdálkodásról szól. Az elmúlt 10 évben jelentősen változott a hulladékgazdálkodás a Vármegyében. Eberhard Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője szerint országos szinten is kiemelkedő eredményeket értek el. Az itt élők, az itt lakók azért ismerik, hogy a megyében ez már egy több mint 10 éves különböző lépcsőkből álló fejlődési sorozat, a megyei hulladékgazdálkodási programnak a kialakítása. Most ennek egy jelentős mérföldkövéhez érkezünk, mert egy újabb KEHO projekt záródott le, de ugye ezt mindenki érzi, hogy a hulladék közszolgáltatás színvonala évről évre javult a megyében. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az országos viszonylatban is egy kiemelkedő színvonal, ezért szeretnénk ezt minél több embernek bemutatni, hogy hogyan működik, és amellett, hogy a fizikai infrastruktúra és a szolgáltatás mindennapi ellátása működik, és én úgy gondolom, hogy megfelelő színvonalon biztosítjuk a lakosság számára, azon kívül még elég komoly tudatformáló és PR tevékenységet látunk el. A konferencián előadást tartott Nagy Márta, a körforgásos gazdaságért felelős helyettes államtitkár, és arról beszélt, hogy hogyan változnak a hulladékkezelés szabályai 2024. januártól az uniós elvárások szerint. A koncesszió keretében, mint már az előbb említettem, a biohulladékok elkülönített gyűjtése idén december 31-től valósul meg. A kötelező visszaváltási díjas rendszer megvalósítása 24. január 1-től. A textil hulladék és háztartási veszélyes hulladék kötelező elkülönített gyűjtése 2025. január 1-től valósul meg. Ezentúl a konceszor vállalta a hulladékgyűjtő udvarok hálózatának fejlesztését, települési hulladékot előkezelő létesítmények fejlesztését, hulladékgyűjtési és szállítási infrastruktúra optimalizálását, járatfigyelő rendszer fejlesztését, hulladékgyűjtő és szállító járműflotta megújítását és fejlesztését, valamint új gyűjtőedényzetek beszerzését. A hulladékgyűjtését a már bevált gyakorlat szerint házhoz menő és egyéb formákban fogják végezni az alvállalkozók. A közszolgáltatás színvonala nem csökkenhet a július 1-jét megelőző helyzethez képest. A konferencián az is elhangzott, hogy a körforgásos gazdaságra történő áttérés intézkedéseket igényel a terméktervezésben, a hulladékképzés megelőzésében és az újrahasznosításban. Két ezüstéremmel zárták a nyíregyházi felnőtt országos bajnokságot az NVSC súlyemelői. A női 64 kilós súlycsoportban Füzesi Anna 150 kg-os teljesítménnyel végzett a második helyen. A férfiaknál a 96 kg-os Dobi Levente 275 kilós összteljesítménnyel állhatott fel a dobogó második fokára. Többször rendeztek már Nyíregyházán felnőtt súlyemelő országos bajnokságot, viszont először adott otthont a versenynek az atlétikai centrum. Az NVSC és a Magyar Súlyemelő Szövetség által közösen rendezett OB-ra 27 egyesület 96 versenyzője nevezett. Ez a létszáma maximális, tehát a Súlyemelő Szövetségnél ugye meg van határozva, hogy milyen minőségi teljesítményre kellene képesnek lenni a súlyemelőknek. Tehát gyakorlatilag aki teljesítette ezt a szintet, az mindenképpen részt vehet a versenyen. És be is van határolva, hogy egy nap hány versenyző indulhat, maximálisan létszám, én ennek személyesen nagyon örülök. Az NVSC két versenyzőt indított. A hölgyeknél a 64 kilós súlycsoportban Füzesi Anna 150 kg-os összteljesítménnyel szerezte meg a második helyet. A 96 kg-os férfiaknál Dobi Levente két jó szakítás és egy jó lökés gyakorlatot bemutatva 275 kilóval végzett a második helyen. Elégedett vagyok nyilván, mindig jobbat remélünk magunktól. Igazából az első helyért szerettünk volna jönni, kezembe is volt ugye az utolsó két lökő gyakorlatommal, ez nem jött össze, de megyünk tovább, és ezt jövőre szeretném pótolni. Az országos bajnokságon ott volt a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség alelnöke is, aki a sportág olimpiai jövőjéről is szót ejtett. Jelen pillanatban a súlyemelés helyzete az biztosnak mondható. Az októberi Nemzetközi Olimpiai Bizottság sessionen megerősítette a súlyemelés státuszát is, nem csak Párizsban természetesen, hanem a Los Angeles-i olimpián is. De valóban egyre nehezebb felszínen maradni, hiszen rengeteg új sportág
jelenik meg. Most nemrég döntöttek arról, hogy Los Angelesben 5 új sportág kerül a programra, úgyhogy nem könnyű ott maradni, de azt gondoljuk, hogy a súlyemelés, amely már az első olimpián is szerepelt, ott lesz a jövőben is, és mindent meg fogunk annak érdekében tenni, nemzetközi szinten is, hogy ez a nagy tradíciókkal rendelkező sportág és csodás eredményekkel, magyar eredményekkel rendelkező sportág hosszú távon is ott maradjon, és nem csak 28-ban, hanem 32-ben Ausztráliában is, és remélhetőleg előbb-utóbb egy magyar, egy budapesti olimpián is a programon fog szerepelni. A magyar súlyemelő 2 arany, 9 ezüst és 9 bronzérmet szereztek az ötkarikás játékokon, és 1960 óta minden alkalommal indult magyar versenyző az olimpián. A 2024-es párizsi játékokra jövő év áprilisában zárul a kvalifikációs időszak. Kedves nézőink, iradunk végén jöjjenek főpíreink még egyszer, röviden. Fülorgégészet, nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, többek között ezek a szakrendelők is megújultak a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. Az intézményben több ütemben fejlesztették a járóbeteg szakellátást, a kisvárdai kórház korszerűsítését 300 millió forintos uniós támogatásból finanszírozták. A beruházás része volt a tüdőgondozó kórházi telephelyre költöztetése is, ehhez további 140 millió forintos önerőre is szükség volt. Ne vásárolj több élelmiszert, ne főzz többet és ne szedj ki többet, mint amennyit biztosan meg tudsz enni maradék nélkül. Ez a mottója az élelmiszerpazarlás csökkentésére szervezett országos akciónak. Megdöbbentő adat, hogy az elkészített ételek egy harmadát nem eszi meg senki. Magyarországon évente közel 2 millió tonna ételhulladék keletkezik. Lépést kell tartani az iskolai védőnőknek is a fiatalok gyorsan változó szokásaival. Erről is szó esett az iskola védőnői szakmáról tartott országos szakmai tanácskozáson Nyíregyházán, a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán. Az eseményen emellett az áldozatsegítés, valamint a nemi úton terjedő fertőző betegségek elleni védőoltás témakörét is érintették. Önök november 20-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra a legközelebb. Holnap este jelentkezünk, addig is várja Önöket a weboldalunk. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, most időjárás jelentéssel folytatjuk. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka borult lesz az ég, de az előrejelzések szerint este nem fog esni az eső. A hőmérséklet 3 és 6 fok között alakul. Kedden napközben marad a borult idő, helyenként előfordulhat eső, a hőmérséklet 7-9 fok között várható. A hét további részében borult és napos időszakok váltják egymást. Eső már nem lesz, csütörtökön éjszaka pedig fagyhat is.